Jó estét kívánok, kedves nézőink! A hét legfontosabb makói és térségi hírei következnek, köszöntöm Önöket! Indul az újabb járdaprogram. 53 millió forintból újul meg az Eni konyhája. CD jár a könyvek mellé. Csütörtökön írták alá a közbeszerzésen nyertes vállalkozókkal az újabb járdafelújítási program szerződéseit 6 választókörzetre vonatkozóan. Ezúttal is mintegy 160 millió forintot szán a város a gyalogutak rekonstrukciójára, 37 utcaszakaszon mintegy 7 kilométer hosszan. A szerződés aláíráson Farkas Éva Erzsébet polgármester kiemelte, a makói modell a vonalas infrastruktúra fejlesztés tekintetében is működik, hiszen az elmúlt időszakban több 10 milliárd forint értékű beruházás érkezett a térségbe. Itt kiemelten ejtett szót a 2015-ben elkészült autópályáról, de arról is, hogy az elmúlt időszakban mintegy 40 kilométernyi útszakasz újult meg. Makó városa ehhez kapcsolódóan döntött úgy, hogy egy átfogó járdafelújítási programot indít, így 2017-ben 106 millió forintból 4,7 kilométer, tavaly már 160 millió forintból 7 kilométer, idén pedig újabb 160 millió forintból újabb 7 kilométernyi járda fog megújulni. Ma összesen 6 választókörzetre vonatkozóan írták alá a kivitelezési szerződéseket. Nagy öröm számunkra, hogy az idei évben is makói vállalkozók körében tudtuk elindítani ezt a programot, és mint a költségvetésünk elfogadásakor februárban már bemutattuk, szeretnénk az elkövetkezendő években is folytatni ezt a beruházást önkormányzati saját költségvetésről. Ennek tervezetét a képviselőkkel egyeztetve 2020 és 2021-re is már elkészítettük. A kettes körzetben a Szakmacenter Kft., a négyesben a Szabókert Plusz Kft., az ötösben a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft., a hatosban Tóth Kása Józsefné egyéni vállalkozó, a nyolcasban Szabó Gábor egyéni vállalkozó. A hármasban, azaz Honvédban pedig a Síje és Fiai Kft. Szakemberei végzik el a munkálatokat. Ez utóbbi ügyvezető igazgatója kiemelte, cége már a kezdetektől részt vesz a program kivitelezésében, és a munkálatok előtt mindig igyekeznek egyeztetni a lakosokkal. Így gyakorlatilag 995 folyóméternyi járdát fogunk csinálni, ami körülbelül egy olyan 1200 négyzetméternyi járdafelület. Ennek a 90%-a betonos járda lesz, kivétel a Jókai utca, mert a Jókai utca ugye folytatásaként fog kapni egy körülbelül egy 140 méternyi újra térköves szakaszt. Ezekben a választókörzetekben tehát már megindult a munka, de természetesen az 1-es, valamint a 7-es körzetekben is hamarosan sor kerül erre. A járdafelújítási program 2019. évi megvalósulását követően a város területén már csak 12 kilométer hosszan lesz felelhető, kimondottan rossz burkolatú járdafelület, amely a teljes gyalogjárda hálózat 4,5%-a. A 2020 és 21 közötti időszakban hasonló intenzitással folytatott járdaprogram eredményeképpen a város lakóövezeteiben a járdafelületek megújulása teljesen be fog fejeződni. 53 millió forintból újul meg a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény konyhájának épülete, valamint kicserélésre kerülnek a régi eszközök is. Az erről szóló szerződést nemrég írták alá Farkas Éva Erzsébet polgármester, Tótné Balázs Andrea, az Eni intézmény vezetője, a kivitelezést végző Szakmacenter Kft. Ügyvezetője Matuszka István, valamint az eszközök beszerzéséért felelős Szőke és Társa Kft. Ügyvezetője Szőke Kis János. Egy újabb beruházás indul meg Makón. Az önkormányzat még 2018-ban nyújtotta be a kormány felé az Egyesített Népjóléti Intézmény központi konyhájának felújítására az igényt egy pályázat formájában, melyet sikeresen meg is nyertek. A kivitelezési szerződés aláírásakor Farkas Éva Erzsébet polgármester kiemelte, a konyhát még 1981-ben alakították ki. Azóta az épület és a feladat ellátásához szükséges eszközök korszerűtlenné váltak. Nyilván már olyan állapotban van a 21. századi étkeztetésnek nem megfelelő módon, és ezért is örülünk a beruházás megkezdésének. A támogatási keret 53 millió forint összeg, amelyre vonatkozóan Makóváros önkormányzata 25%-os önerőt biztosított, 13 millió 250 ezer forint értékben. Mint kiderült, naponta közel 300 adagnyi ételt főznek az Eni konyháján, melyből nem csupán a bölcsödéseknek jut, hanem a szociális gondozásban ellátottaknak, az időseknek, illetve a dolgozóknak is.
Tótné Balázs Andrea kiemelte, hogy nagy szükség volt már erre a megújulásra. Mi mindenféle diétát is főzünk, biztosítanunk kell az időseknek és a gyerekeknek, tehát a tej, tojás, szója, gluténmentes, epés, cukros, hát tulajdonképpen mindenféle diétára fel kell, hogy készüljünk, és a mai kor előírásainak megfelelően ezeket úgy kell elkészítenünk, hogy külön helyiségek álljanak rendelkezésre, tehát ez is meg fog oldódni most ezzel a beruházással. A pályáztatások megtörténtek, így az eszközfejlesztést a Szőke és Társai Kft., míg a beruházást a Szakma Center Kft. Nyerte meg. Az utóbbi ügyvezetője Matuszka István a teljes körű felújítás részleteire tért ki. Elsősorban a légfolyórendszert kell egy nagyobb javítás alá venni. Ebből következik, hogy ez igen nagy bontással fog járni, hisz az egész ajzott betont föl kell verni, újra kell egy szerelőbetont készíteni, szigetelni, majd egy újabb réteget betonozni, és aztán történik a burkolás. Matuszka István azt is elmondta, hogy az egész épület szigetelést kap, és pár helyiségben nyílászáró csere is lesz, valamint a kémények átalakítása is szükséges, mivel lesz olyan konyhai eszköz, amely megköveteli. A gasztronómiai élelmiszer nagykereskedelemmel foglalkozó cég a Szőke és Társai Kft. Ügyvezetője, Szőke Kis János az eszközök beszerzéséről számolt be. A üstől, a racionál sütőtől, a billenő sütőtől, az összes előkészítő asztaltól, ezek mind újonnan fognak elkészülni. A szellőztető rendszertől, az elszívó rendszertől kezdve. A szerződés aláírásakor kiderült, hogy június közepén már megkezdődnek a munkálatok, és várhatóan augusztus végére el is készülnek vele. Így már szeptembertől egy megújult konyha tudja ellátni a városban érintett intézményeket. Azonban a beruházás idejéig az EURESZ makkói központi konyhán keresztül oldják meg a feladatellátást. Közös éneklésre invitálták a makóiakat az önkormányzat, valamint a város zenészei és énekesei a trianoni békeszerződés 99. évfordulóján. A Nemzeti Összetartozás napján Szarka Tamás Készfogás című dalát adták elő, majd a történelmi eseményeket dr. Zombori István nyugalmazott múzeumigazgató történész elevenítette fel ugyanitt. A rendezvényen Farkas Éva Erzsébet polgármester kiemelte, a trianoni békediktátum tragédiáját még azóta sem heverte ki igazán a magyar nemzet. Mindehez az is hozzájárult, hogy sokáig még emlegetni és beszélni is tilos volt erről. Családok, rokonok, baráti és munkai kapcsolatok lettek szétszakítva és rákényszerítve a néma törésre. A Magyarországgyűlés 2010-ben fogadta el azt a törvényt, amelynek értelmében június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánították. Ezen a napon emlékezünk az 1920-as trianoni békediktátum aláírására. Határon innen és határon túl. Az anyaország és a határon túli magyarok összetartozásának napján, a mai napon a makóiak összefogására, az egységben való erőre is szeretnénk felhívni a figyelmet Szarka Tamás Készfogás című dalának közös eléneklésével. Makó egységért, egy dalban és táncban. A jeles eseményen dr. Zombori István történész mondott megemlékező beszédet, amelyben felelevenítette, 99 évvel ezelőtt megalázó szerződést írattak alá a győztesek Magyarországgal. Mindebben meghatározó szerepe volt a kommunista diktatúrát kiépítő Kun Bélának is, akinek akkor kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy a győztesekkel alkudozzon, miközben itthon emberekre vadásztak. 1920 tavaszára azonban gyakorlatilag már minden eldőlt a mi távollétünkben. Mivel a mohó szomszédok benyújtották a saját igényüket, azonban örülhetünk, hogy az adott helyzetben legalább ekkora Magyarország maradt. Nagyon sokan kerültek akkor egyik napról a másikra a határ túloldalára. Így nem csak a szomorú eseményre emlékezünk ezen a napon, hanem a világon élő minden magyar szoros kötelékére. 2004. december 5-én az akkori hatalmon lévő kormányzat egy szégyenteljes népszavazást vezetett be, amellyel tulajdonképpen azt akarta kimondatni, hogy Magyarországnak nincsen köze, és nem akar foglalkozni a határon túli magyarsággal. Akkor, amikor a hatalomra került új
polgári kormányzat 2010-ben kimondta ezt az előbb említett törvényt, hogy ez a nap a nemzeti összetartozás napja, ezzel kimondta, hogy igenis mi fölvállaljuk, és mint anyaország igyekszünk minden lehetőségünkkel gondoskodni a határon túllévő magyarjainkról. A történész kiemelte, a mai napig éri diszkrimináció határon túli magyarokat, ezért is fontos, hogy kitartsunk mellettük. A beszédet követően a városvezetés, valamint a különböző szervezetek és intézmények képviselői elhelyezték a megemlékezés virágait az első világháborús hősi emlékműnél. Hazánkban minden tizedik csecsemő koraszüléssel jön a világra. Ezekben az esetekben a makóiak és a térségben élők is a szegedi egészségügyi intézményekben kapnak megfelelő ellátást. A kissúlyú újszülöttek gyakran hosszú hónapokon át ápolásra szorulnak. A minél jobb ellátás lehetőségének megteremtése és lelki segítségnyújtás is a célja, az 5 éve működő Korábban érkeztem alapítványnak, akik a napokban 4 millió forint értékben újabb eszközökkel gyarapították a gyermekgyógyászati klinikát. A 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest ma már elmondható, hogy a koraszülöttek túlélési aránya nagyban javult, és a teljes értékű élethez minden esélyük megvan. Ez köszönhető annak, hogy az ellátás orvosilag sokat változott, és az új műszerek beszerzése, valamint a gyógyítás mellett egyre több idő jut például a szülők bevonására a gondozásba. Ebben a Korábban érkeztem alapítvány nagy szerepet vállal, fogalmazott a gyermekklinika igazgatója. Ez, hogy egy koraszüléssel levő család él, azért az egy borzalmasan nagy pszichés terhelés, minden segítség jól jön ezeknek a családoknak. Nem csak ebben, hanem anyagi és eszköztámogatást is adott az alapítvány az elmúlt években, tehát azt gondolom, hogy ez a kapcsolat, ez egy élő kapcsolat jelenleg is. Az alapítvány támogatásával a klinikán dolgozó szakemberek nemrégiben elsajátíthattak egy olyan külföldön már alkalmazott módszert, amellyel a koraszülött babák hatékonyabb fejlődését segíthetik. Mostantól a Richter Gedeon gyógyszercég támogatásának köszönhetően az ennek megvalósításához szükséges termékeket is használhatják az osztályon. A textíliák azért nagyon különlegesek, mert sokkal jobban fertőtleníthetőek, vagy fertőtleníthető, és ráadásul egy olyan anyagból készítik őket, ami a babáknak, ezeknek még nagyon kialakulóban van a bőrük, ami a legnagyobb testrészük alapvetően, és ezeknek a babáknak nem bántja a bőrét, tehát egy sokkal finomabb, egy sokkal jobb viseletet nyújt nekik. Tehát fészkeket vásároltunk, a fészekhez tartozó ilyen támasztó eszközöket, illetve olyan inkubátortakarókat, ami a zajtól és a fénytől védi ezeket a koraszülött gyermekeket. Az alapítvány az eszközvásárlás mellett más módon is támogatja a koraszülött családokat. Önkénteseik rendszeresen látogatják az intézményeket, rendezvényeikkel pedig segítik az érintetteket. Nemrégiben anyaszállásokat hoztak létre és újítottak föl, ezzel lehetővé téve, hogy a nem helybéli kismamák, vagyis akár a Makón és térségben élők is folyamatosan az intenzív osztályon ápolt újszülöttjük közelében lehessenek. Még több képpel és jegyzettel kibővítve újabb könyv jelent meg a piacon Boros István Háborús emlékek című naplója nyomán. A kiadvány újdonsága, hogy a már jól ismert makói katona történetét, aki az első világháborúban az olasz fronton is harcolt, mozgóképeken is megismerhetjük a példányokhoz hozzátartozó CD-nek köszönhetően. Boros István 1914 és 1918 között az első világháborúban az Isonzó folyó legádázabb csatáiban vett részt, melynek történéséről egy naplót vezetett. A rég elveszettnek hit írományt unokája találta meg a padláson egy hatalmas ládában. Kozma Andrásné akkor döntött arról, hogy szeretné megjelentetni szeretett nagyapja naplóját. A könyvet 2016-ban mutatták be először, azóta pedig nagy utat tett meg. A tavaly évben például egy Doberdóhoz közeli kis faluban, San Martinóban az olasz nyelvű változatát ajánlották az ott élőknek. A magyar példányokat pedig nagyon hamar elkapkodták. Juhász Tünde, a Csongrád megyei kormányhivatal kormány megbízottja közbenjárásával, valamint a Makóváros Fejlődésért közalapítvány és a Makói Múzeumért és Kultúráért alapítvány segítségével újabb példányok születtek. Az évek alatt még több képes lap és levél került elő a ládából, melyet szintén beleszerkesztettek a most megjelent példányba.
előkerült még utána egy nagy album, ami fényképeket, képeslapokat tartalmaz, és abból válogattunk még plusz képeket, amit hozzá tudtunk tenni, és hozzá tudtuk tenni, hogy kint jártunk Doberdón, és azokat a harctér vagy harchelyeket, ahol ők harcoltak, és oda emléktáblák vannak rakva, hogy 46-osok például, és ezekkel még tudtuk bővíteni. A szerkesztésben ismét oroszlán részt vállalt dr. Halmágyi Pál történész, aki egy újdonsággal is kecsegteti az olvasókat. A könyvek mellé egy CD is jár, amin többek között a Makói Városi Televízió Egy elveszett napló nyomában című díjnyertes filmje is látható. A CD három utazásnak a összefoglalója, tehát a három utazás alatt készült felvételek, képek a mai állapotokról, illetve a bevezetőként pedig a korabeli képeslapokból egy bő összeállítás, ami a hazaküldött távori képeslapokat mutatja, illetve azokat a helyszíneket, ahol a katonák például a hadikórházba, Ausztriába voltak. A CD-n pedig két film is található, az előbb már említett díjnyertes városi televíziónak a fölvétele, ez a legutóbbi utazásnak a feldolgozása, illetve egy korábbi utazásról egy kis 5 perces összeállítás, ami szintén visszaadja azt a hangulatot, hogy milyen volt ott az Isonzó mentén élni, harcolni. Ezek mellett képekkel illusztrálva kettő népdal is felcsendül az adathordozón. A könyvekben a CD-t mellékletként helyezték el, melyekkel együtt a kiadványt Makón a kincskereső könyvesboltban lehet megvásárolni. A Glorious Végadóban hirdettek eredményt a Látta de már a zenét című második Csongrád megyei rajzverseny zsűri tagjai, köztük Szentpéteri Csilla zongora művész, zeneszerző, akinek szerzeményeire kellett rajzolniuk a gyerekeknek. A díjátadón 80 alkotást ismertek el különféle ajándékokkal, az első helyezettek mágnes táblával térhettek haza. Szentpéteri Csilla zongora művész, zeneszerző 2015-ben indította útjára a Látta de már a zenét című koncertturnéját, melynek különlegessége az volt, hogy a művek alatt kisfilmeket játszottak le. Ezt az ötletet gondolta tovább Nadobán Zsuzsanna, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítónője, aki a zenékre rajzokat készítetett gyerekekkel. A nagy sikert követően egy rajzpályázatot is meghirdettek a tavaly évben, ezt pedig az idén is folytatták. Nemrégiben mintegy 583 pályaművet bírált el egy szakmai zsűri, köztük Szentpéteri Csilla is. Számomra lenyűgöző és döbbenetes, hogy rengeteg olyan alkotás van, amelyikből konkrétan lehetne egy nagyon-nagyon komoly országos kiállítást rendezni turnéban, ahol be lehetne mutatni a zenéimet élőben zenekarral, és kiállítani a diákoknak az alkotásait. Hát itt látható ugye mögöttem, és hát a Vigadó teremnek a többi részében is 80 díjazottunk van. Egyszerűen nem tudtuk szűkíteni jobban ezt a mennyiséget, mert én szívem szerint mind az 583 rajzra díjat adnék. A zene ebben a korban nagy hatással lehet a gyerekek alkotó készségére, fantázia világára, akik nagyon szabadon szárnyaltak, érzéseiket a legkreatívabban rajzolták le. Bagaméri Ádám grafikus növendék második alkalommal értékelte a rajzokat. Az összművészetek és a zene az oktatásban nagyon fontos szerepet játszik, és nagyon nehéz volt zsűrizni ezeket az alkotásokat, nagyon jó rajzok érkeztek, és a legjobbak közül már szinte nehéz eldönteni, hogy melyik az első, második vagy harmadik, mert szinte holt versenyben vannak. A jelentkezők 5 kategóriában rajzolhattak, az alsósokat a mesék világába kalauzolták el, így például a mesehajó, a nagy nyári mulatság vagy a gringó a vadnyugat meséjét eleveníthették meg a papírokon. A nagyobbak már komoly érzelmeket gravírozhattak, volt szerelem, háború és környezetvédelem is. Korcsoportonként 3 zenéből választották ki a leginspirálóbbat. Ami nagyon tetszett az Atlantis, de arra is rajzoltam, de egy másikra is rajzoltam, ez a Liszt rapszódiára készült ez a rajz. A tánc. Mivel készítetted el a... Temperával. Temperával.
Engem meg a víz, a halak, a lenti vízi világ, a rég elveszett város Atlantis, és akrilfestékkel készítettem. Az eredmény hirdetésen értékes nyereményekkel díjazták a legügyesebb diákokat, valamint külön díjban és közösségdíjban is részesítettek egy-egy résztvevőt. A kategória győzteseknek pedig Gábor Zoltán, a Duokor Ipari BT ügyvezető igazgatója mágnes táblát nyújtott át. A színvonalas eseményen Szentpéteri Csilla zongora művész zenész társaival fergeteges koncertízelítőt adtak a rajz pályázatra összeállított művekből. A Hagymatikum szezonnyitó rendezvényén színes kavalkát fogadta a fürdőzni vágyókat. A gyermekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, a felnőttek erős emberek bemutatóját tekinthették meg, a nap sztár vendége pedig Szinetár Dóra volt. A Makói Gyógyfürdő ZRT munkatársai 2013 óta minden évben tető alá hozzák szezonnyitó rendezvényüket, ráhangolódva ezzel a nyári hónapokra. Az alkalmakon igyekeznek mindig valami különlegességet becsempészni a napba. Lajtosné Pap Noémi marketingcsoportvezető televíziónknak elmondta, ügyelnek arra, hogy minden korosztálynak kedveskedjenek valami elfoglaltsággal. Főszezont szeretnénk közösen megünnepelni a vendégekkel, tehát ugye egy fürdő életében a legfontosabb időszak a júniustól augusztus végéig tartó intervallum, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy bulit csinálni erre a napra, ahogy minden évben most is készültünk gyermekműsorral, hogy a kisebbeket is egy kicsit bevonjuk a programba, a Sajtkukac Duó érkezik hozzánk, valamint sztár vendégünk Szinetár Dóra fog koncertet adni, de ezen kívül 2018-ban már volt egyszer nálunk erős ember verseny, és szerettük volna folytatni ezt a hagyományt. Egyes elemek az udvaron, másik pedig a színpadon zajlott az erős ember versenyen. A rendezvény sztár vendége Szinetár Dóra énekes színésznő volt. A művésznő saját elmondása szerint igyekszik mindig úgy összeállítani repertoárját, hogy az passzoljon az adott évszakhoz és a vendégek érdeklődéséhez. De amikor ilyen nagyon nyár van, és nagyon napközben van, és nagyon tudom, hogy az emberek kevésbé szeretnének úgy leülni, és milyen elgondolkodni, olyankor mindig olyan dalokat keresek a saját kedvenceim közül, ami kicsit pörgősebbek, kicsit segítenek abba, hogy úgy elkezdenek az emberek bulizni és jól érezni magukat. Nyilván a műfaj azért valamennyire korlátoz engem is, mert ugye musical dalokat szoktam énekelni elsősorban, esetleg filmzenéket, de hát ezen belül azokat inkább, amik ez egy ilyen helyen is megállnak. Minden hiába él a szól bennem, a hangom a szalomba vágy, örnyitől hallom novább. Stábunk kíváncsi volt, hogy a résztvevők hogyan érzik magukat a rendezvényen, és hogy mennyire vannak megelégedve a fürdőszolgáltatásaival. Én imádom a Hagymatikumot, rajongója vagyok. Egyszerűen csodálatos. Mi mindent szeret? Az élménymedencét, a szaunát, a szaunavilágot, plusz a termálvizet. Azt nagyon imádom, úgyhogy én télen-nyáron itt lakom. Azért tértünk vissza, mert nagyon szeretjük ezt a fürdőt. Egyáltalán ez a patinasság, ez az eleganciája. Ugye nagyon kedves, úgyhogy már holnap megyünk haza, Budapestről vagyunk, de egy hétig, mindig egy hétre jövünk. Csodálatos, hogy minden szállodában vagyunk, és maximális ellátás. Köszönjük! Tudjuk ajánlani mindenkinek. A Hagymatikum a közeljövőben is számos programot kínál a vendégeknek, ilyen lesz például a három napot átívelő fürdőfesztivál, vagy a nagy népszerűségnek örvendő nyugdíjas találkozó is. A szezonnyitóról készített hosszabb összeállításunkat e heti Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik majd meg. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Indul az újabb járdaprogram. 53 millió forintból újul meg az Eni konyhája. CD jár a könyvek mellé. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el a Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán.
18 óra 17 perckor heti reakció című rovatunkat láthatják, majd társalgó című kulturális magazinunkkal jelentkezünk, ezt követően a Makói Magánzeneiskola zenepavilloni koncertjének részletét mutatjuk meg önöknek. Végezetül a Művészetek Katedrája kerekasztal beszélgetésével zárjuk műsorunkat. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó. Legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!